Köszöntöm Önöket a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház és Rendelőintézet sürgősségi osztályán, ahol dr. Lóci Gerda osztályvezető főorvossal beszélgettünk a közelgő húsvét ünnepekről, valamint az osztály dolgozóinak hétköznapjairól. Mesélne nekünk egy pár szóban, hogy milyenek a hétköznapok itt a sürgősségi? Hát van, amikor nyugodtabbak, van, amikor kifejezetten pörgősek, van, amikor alig látni beteget a váróban, van, amikor meg hát tényleg minden széken ülnek és türelmetlenül várják, hogy minél előbb hazamehessenek, vagy hogy eldőljön a sorsuk. Sokat gondolkoztam, hogy miről tudnánk beszélni, és arra gondoltam, hogy egy kicsit mind az egészségügyi dolgozók, mind a betegek figyelmét fölhívnám arra, hogy egy kis empátiával, egy kis beleérzéssel sokkal könnyebben megérthető lenne a másik oldal. Ez igaz egyébként az egészségügyi dolgozókra is, hiszen sajnos oda jutott a rendszer, hogy olyan fokú a terhelés, hogy nagyon sokszor szinte már ilyen, hát nem azt akarom mondani, hogy ellenségként éljük meg azt, hogyha egy beteg megérkezik, de nehéz kordába tartani a gondolatokat, az érzéseket, hogyha adott esetben egy-egy indokolatlannak tűnő eset beteg érkezik. Ugyanakkor, ha belehelyezkedünk a beteg szemszögébe, oldalába, akkor látható, hogy nagyon sokszor nem tudják, hogy hova lehet menni, egyik helyről küldik őket a másik helyre, és adott esetben már tényleg végső elkeseredésükbe jönnek a sürgősségi osztályra, és lehet, hogy mi az összes tudásunkkal, meg szakmai hátterünkkel tudjuk, hogy nem ide kellene jönni, de a betegevvel nincs tisztában, hiszen nem tanítják meg nekik korábban, hogy mikor mi a teendő, nem tanítják meg, hogy mikor hova kell menni. Én tényleg a kollégáimnak is azt szoktam mindig mondani, hogy helyezkedjünk bele abba, hogyha mi nagymamánkkal lenne ilyen gond, hogyha mi lennénk megijedve, és nem lenne otthon semmi gyógyszerünk, és nem tudnánk, hogy mit kell csinálni, akkor vajon hogy fogadnánk, hogyha adott esetben kicsit élesebben szólnának hozzánk, illetve hát a betegeknek meg azt tudnám javasolni, hogy próbálják meg azt elhinni, hogy nem szándékosan tartjuk őket itt sokáig, nem szándékosan váratjuk őket, hanem egyszerűen ennyi időbe telik az, míg minden elkészül. Én sajnos azt is látom időnként, hogy vannak betegek, akik 3-4-5 hónapja szenvednek bizonyos dolgok miatt, és nem tudnak lépni az ügybe, vagy nem akarnak, és aztán, mikor bejönnek, akkor azt a 4-5 órás várakozást azt indokolatlanul hosszúnak érzik, pedig hát ha az 5 hónaphoz viszonyítom, akkor azt gondolom, hogy ez nem olyan sok idő. Azt is tudom, hogy a mai világban nem olyan egyszerű azért elmenni egy kivizsgálásra, hiszen az adott munkahelyén a betegnek sokszor el is mondják, hogy egyszerűen nem engedik őket el, vagy félnek, hogyha táppénzre mennének, és tényleg kipihennék azt, amivel már hetek óta küszködnek, akkor legközelebb nem őket hívnák, vagy nem úgy boldogulnának anyagilag, és hát ez egy összetett probléma. Minden esetre egy kis odafigyeléssel, megértéssel, a másik problémájával való behelyezkedéssel ez szerintem lényegesen sokkal jobban működne, és nagyon jól esik a lelkemnek, mikor egy-egy beteg türelmesen várakozva megállapítja, hogy látja, hogy tényleg egy másik betegtársáért mit küzdöttünk, vagy érti, hogy azért kellett most neki többet várni, mert az az illető esetleg nagyon rosszul volt. A páciensek miért érezhetik azt, hogy sokat kell várniuk az ellátásra? Hát ugye a sürgősségére időpontra nem jönnek, de mondjuk, ha én ultrahangot szeretnék kérni, akkor a időpontra jövő ultrahangos betegek közé fogják be rakni a sürgősséggel vizsgálandó betegeket, és természetes, hogy aki sürgősséggel jött, az azt szeretné, ha azonnal néznék, aki meg időpontra jött, az azt szeretné, hogyha az adott időpontra behívnák. Valahol mind a kettőnknek igaza van, viszont ez egyszerűen lehetetlen megoldani. Én azt gondolom, hogy egy kicsit a mai általános szemlélet is benne van ebbe a dologba, hiszen a reklámokból azt sugárzik, hogy ha én szeretnék valamit venni, akkor azonnal meg tudom venni online, ha én fájdalomcsillapítót veszek be, akkor már 10 perc is hosszú, akkor az már 5 percen belül hatni fog. Minden gyakorlatilag egy csettintésre megvan. Ha takarítanom kell a tűzhelyet, akkor csak ráfújok, semmiféle előfeszítés nem kell, és már lejön. És gyakorlatilag az egész világ azt sugározza, hogy nekem semmit nem kell tennem, és minden működik. Ha fogyni akarok, akkor az, ha szépülni akarok, akkor az, ha ránztalanodni akarok, akkor az. Pedig ez nem így van.
Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki azt szeretné, hogy az orvosa gyógyítsa, akkor meg kell értenie, hogy ez egy közös feladat, és ő neki magának legalább ugyanannyit kell tenni az egészségéért, mint nekünk. Tehát az nem működik, hogy valaki nem veszi be a vérnyomás csökkentőit, de aztán este 11-kor elvárja, hogy mi ezt fél óra alatt oldjuk meg. Az sem működik, hogy ugyan nem tartom a diétámat, és megeszem a húsvéti sonkát, tojást jó sok majonézzel, és aztán azt várom, hogy fél óra alatt az összesepe bajomat, ami évek óta megvan, és évek óta tudok róla, azt megoldják. Tehát egy kicsit abba is bele kellene gondolni, nem csak mindig abba, hogy más mit tud tenni, értem, hanem hogy én mit tudok tenni azért, hogy egészséges maradjak, hogyan tudjak élni, hogyan tudjam beszedni a gyógyszereimet, ha a gyógyszerek mellett döntök, vagy esetleg egy sportolással próbálom mondjuk a magas vérnyomásomat majd kardába tartani, de minden esetre nem mindig csak mástól várjuk a megoldást, és a gyors, azonnali megoldást, hanem esetleg fektessünk bele mi is energiát. Véleménye szerint az emberek már egy egyszerű fejfájáshoz is mentőt hívnak azért, hogy hamarabb gyógyuljanak. Igen, mondjuk ha az én fejem fájna, én is biztos azt szeretném, hogy ez minél hamarabb megoldódjon, ez teljesen igaz. Vannak, akik ilyenek, vannak, akik nem. Tehát olyanok is vannak, akik tényleg látom, hogy megpróbálják otthon segíteni, pontosan beszedik, nagyon alaposan követik a vérnyomásukat, mondjuk, ha már az előbb a vérnyomás kérdést hoztam elő. Tehát nem lehet azért mindig általánosítani, csak az én nézeteim szerint a világ általában ebbe az irányba megy, és ez nyilván visszahat az egészségügyre is. Illetve hát ugye más a viszony most már, az orvos-beteg viszony, mint korábban volt. Én nem azt mondom, hogy jobb vagy rosszabb, hanem hogy más. Ugye régen azért jobban elfogadták a betegek, amit az orvos esetleg mondott. Manapság, és ezt sem mondom, hogy rossz, számos lehetőség van utána járni, interneten megnézni, más orvostól tanácsot kérni, ami jó is, csak a saját energiánkat is bele kell rakni. És ön szerint az emberek néha kicsit úgy tudálékosak, és nem annyira akarják elfogadni azt, amit az orvos mond, vagy inkább az, hogy más alternatív gyógyászati módokkal is próbálkoznak? Hát néha azt érzem, hogy igazából tehát az internetes háttérinformáció gyűjtéssel nincs semmi bajom. És számos helyen azt erősítik meg, hogy egyre inkább az lesz az út, hogy az otthoni mérések eredményét fogjuk majd online közölni, esetleg az orvosunkkal is közösen fogunk megfelelő terápiát keresni magunknak. Tehát ezzel nincsen gond, csak szerintem az arányokat kell megtalálni, illetve azért, ha egy orvoshoz fordulunk, akkor az orvos az ő nyugat-európai, vagy hát ez nem jó, nyugati inkább így van, tehát nyugati orvoslást fogja elsősorban mondani, és kevésbé lesz otthon az alternatív gyógyászatban, bár vannak orvos kollégák, akik ezt magas szinten művelik, de tényleg erre nagyon kell figyelni, hogy azért nem minden szentírás, ami az interneten megjelenik, és érdemes egy picit utána olvasni is akár, tehát nem csak a legelső cikknél leragadni, másrészt meg meghallgatni azt, aki ezt tanulta, és esetleg más a véleménye róla. És egy picit beszéljünk a sürgősségi sztereotípiákról. Milyen esetekben kell sürgősségi betegellátó osztályra jönni, és mikor nem feltétlenül szükséges ez? Mikor javasolná az, hogy inkább várjuk meg a másnap reggelt, amikor rendel a házi orvos, vagy azonnal jöjjünk be, ha törik, ha szakad, mert tényleg életveszélyes a kérdés? Hát ezt nagyon nehéz megfogalmazni, de azért vannak olyan esetek, amikor igen. Én azt gondolom, hogyha valaki eszméletlenné válik, ez akár lehet egy pegyhütt eszméletlenség, akár egy görcsrohammal járó eszméletvesztés, akkor ha csak nincs az előzményeibe ez többször előfordulóan, akkor mindenképpen érdemes mentőt hívni, és a mentőszolgált munkatársai fogják a sürgősségi osztályra szállítani. Ami még ugye orvoshoz fordulásra nyújt indokot, az a nyomó jellegű, nyomószorító jellegű mellkasi fájdalom, különösen az, hogy akkor, hogyha ez korábban nem fordult elő. Tehát ha valaki ismert szívbeteg, és rendszeresen szokott körülbelül ugyanolyan erősséggel, körülbelül ugyanott, körülbelül ugyanolyan fájdalma jönni, és az a gyógyszerekre elmúlik, az általa szedett ismert gyógyszerekre, ugye nyelv alávaló gyógyszerekre,
akkor nem szükséges. De hogyha ennek a fájdalomnak a jellege megváltozik, sokkal erősebb lesz, vagy máskor elmúlik a gyógyszerre, most meg nem, akkor igenis szükség van egy kórházi kivizsgálásra. Amire szeretném rendkívüli módon fölhívni a figyelmet, mert sajnos ez Magyarországon még nem kellően elterjedt, az a stroke, ami ugye agyinfarktus vagy agyvérzés formájában jön. Ez ugyanis nagyon veszélyes, mert nem fáj. Tehát ha valakinek féloldali tünetei vannak, az arca fele lebénul, tehát emiatt aszimmetrikussá válik az arca, az egyik keze vagy lába gyöngébbé válik, nem tudja úgy tartani magát, illetve a beszédjében valamilyen zavar látható, vagy az, hogy elmosódottá válik a beszéde, vagy az, hogy egyáltalán nem értelmes szavakat mond, akkor azonnal mentőt kell hívni. Tehát nem 2 óra múlva, nem 1/2 óra múlva, hanem azonnal, és nem a házi orvost kell ilyen esetben keresni, hanem mentőt, mert ezeknek a betegeknek minél előbb kórházban a helyük, és szerencsére ma már elérhető olyan kezelés, ami agyinfarktus esetén a vérrögöt föloldja, és a beteg adott esetben akár tünetmentesen távozhat a kórházból, míg ha várunk egy 1/2 napot, hogy hát ha elmúlik, akkor ez az állapot akár maradandóvá is válhat. Nagyon erős fájdalom, hogyha az hirtelen jön, akkor szintén, például ilyen a nagyon erős fejfájás is, főleg akkor, hogyha gyógyszerre nem szűnik, de én azért azt javasolnám, hogy a fejfájós azért először próbáljon meg bevenni egy tablettát, hogy hát ha arra elmúlik. Ami veszélyes, az igazából ez a hirtelen jövő ütésszerű tarkótáji fejfájás. Ezeknél az eseteknél én azt gondolom, hogy kórházi kivizsgálás szintén előfordulhat. Nagyfokú fulladás, ez is előbb vagy utóbb, de azt gondolom, hogy a sürgősségi osztályra kerül. Ugye ez azoknál nagyon nehéz, akik krónikus, tehát régóta fennálló tüdőbetegségben szenvednek, hiszen ilyenkor az időjárás változás, vagy ki tudja, minden időnként ronthatja az állapotukat, és hát ők egyébként is gyakran járnak kórházba, és nem nagyon szeretnének visszakerülni, hiszen örülnek, hogy végre hazamehettek, de hogyha tartósan kevés a levegő, akkor sajnos ilyenkor is legalábbis egy elsődleges vizsgálatra a sürgősségi osztályon szükség van. Számos esetben a beteg elmehet a házi orvosához is, hiszen ő lenne az a szűrő, aki utána továbbítja a betegeket a sürgősségi osztályra. Egy orvosi vizsgálat, egy alapos kikérdezés, esetleg egy gyógyszeres próbálkozást követően tud abban segíteni, hogy beutalót ad a sürgősségi osztályra. Ez olyan szűrő nekünk, mint amilyen szűrő mi vagyunk az intenzív osztályhoz. Mennyire empatikusak a betegek egymással, illetve az itt dolgozókkal? Mennyire veszik figyelembe azt, hogy a másik is ember, és nem így csettintésre megy minden, hanem bizony-bizony idő kell, akár egy lelet elkészítéséhez, akár egy labordiagnosztikai szűréshez? Hát, hogy mennyire változó ez is teljesen, ugye mindannyian tudjuk, hogy van, aki a multi áruházba nem tudja elviselni, hogyha egy kicsit lassabban veszem ki a pénztárcámból a kasszánál a pénzt, a másik pedig még segít is abban, hogy kipakoljon a kosaramból. Hát ugyanezek a betegek, ugyanezek az emberek lesznek utána betegek. Volt olyan, akinek próbáltam mondani, hogy azért kellett egy picit várni, mert hogy újraélesztettünk a soktalanítóba, és a hölgy annyit mondott rá, hogy hát ő is később érkezett, mint én, tehát nem tudom, lehet, hogy azt gondolt, hogy őt kellett volna ennek ellenére előrébb venni. És olyan is van, aki, ez a legutóbbi példa is nagyon kedves emlék itt az osztályon dolgozóknak, hogy itt várt egy úr, egy hozzátartozó, ugye látogatási tilalom van, tehát nem tudott bemenni a feleségéhez, és hát egyszer csak megjelent, nőnapkor volt ez, és egyszer csak megjelent egy csokor virággal, hogy az osztály összes női dolgozójának hozza. És nem az volt, hogy neki már mióta kell várni, hanem kedveskedett nekünk. Teljesen változó, és időnként meglepő, hogy azoknál, akik azt gondolom, hogy igazán aggódhatnának, és igazán lehetnének türelmetlenek, azok is nagyon empatikusak, illetve hát néha meg nem értjük, hogy miért, de mégsem. Én remélem, hogy mindenki abba az irányba mozdul, hogy megérti, hogy sajnos van olyan helyzet, amikor várni kell. Jött a szó a szakma szép pillanatairól. Mesélne egy pár ilyen jó példát, amit itt a sürgősségén átél a tím? Hú, hát most hirtelen nem is tudom, hogy mit lehetne mondani. Én azt gondolom, hogy amikor
egy-egy igen súlyos állapotú beteget sikerül stabilizálni, adott esetben akár egy újraélesztés kapcsán visszahozni az életbe, az, ha nem is látszik annyira fáradt, vagy éppen tovább rohanó kollégákon, azért utólag az mindig bennünk van, hogy igen, ezért érdemes volt. Ez ugye nem a sürgősségén volt, de még a mentős koromból életem első újraélesztésére én a mai napig emlékszem, hogy annyira látszott rajtam, hogy a föld fölött vagyok, hogy a szembe jövő kollégák megkérdezték, hogy mi történt. Számos esetben, amikor sikerül egy-egy gyereknél, nekem például ez nagy élmény, mikor egy-egy gyereknél sikerül elérni azt, hogy ne a fehér köpenyes doktornénit lássák bennünk, hanem tényleg megnyugszanak, és teljesen jól kooperálva, akár még egy szurit is mukkanás nélkül tűrnek és kedvesek, akkor az is egy-egy nagy élmény. És én azt gondolom, hogy amikor egy beteg, nekem legalábbis az szokott még sokat jelenteni, mikor egy-egy betegnek a válaszából azt érzem, hogy igenis tudtam az ő bajába segíteni. Nem biztos, hogy meg tudtam gyógyítani, de elmondja, hogy megértette, vagy végre elmagyarázta neki valaki, vagy jól. Tehát ez lehet egy kedves gesztus a nővérkétől, hogy adott esetben a saját vacsorájából adta, mert a beteg a kórházi vacsorával nem volt kibékülve, és ő neki meg volt lehetősége rá. Sok ilyen kis apróság van, ami azt gondolom, hogy tovább lendít bennünket a szürke hétköznapokon. És ugye van ennek az ellentétje, amikor vannak a nagyon rossz pillanatok, a nagyon mély pontok, akár egy betegnek a viselkedése, vagy akár mikor sajnos eltávozik közülünk valaki, akit már nem lehet segíteni. Esetleg ezekről tudna mesélni, hogy ezeket hogy élik meg itt? Hát nagyon nehéz. Ugye a legnagyobb gond az szerintem az, én számos esetben oktatok újraélesztést fiatalabb, idősebb kollégáknak, és mindig kiszoktunk térni ugye az egészségügyi dolgozók pszichés terhelésére, és én azt egy nagyon nagy gondnak érzem, hogy nincs idő lelkileg regenerálódni egy-egy ilyen megindítóan nehéz pillanat után. Leginkább egymást próbáljuk ebbe támogatni, és sokszor adott esetben a pihenőben megejtett negyed órás, 10 perces beszélgetés az, ami túllendíthet mondjuk egy fiatal kollégát azon, amivel életében először találkozott. Nagyon kevés helyen áll rendelkezésre Magyarországon az, hogy pszichológus segítse a kollégákat, és sokszor nem is lenne rá idejük szerintem, hogy ezekre a csoportfoglalkozásokra elmenjenek. Nagyon nehéz egy-egy fiatal beteget, vagy egy-egy váratlanul elment beteget elengedni, és hát ugye ezt nehezítheti, vagy magát a helyzetet nehezítheti az is, hogy általában ránk vár az, hogy a hozzátartozóval közöljük ezt a szomorú hírt. Az nem könnyű feladat, és azt gondolom, hogy ezt nehéz megtanulni úgy, hogy a hozzátartozó is érezze azt a empátiát, amit ilyenkor érzünk. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy nem, tehát van olyan, amikor a halál, mint egy megváltó pont érkezik el, és ilyenkor szerintem az a feladatunk, hogy a családot segítsük abba, hogy ők is lássák azt, hogy adott esetben annak a betegnek a szenvedéseit nem, tehát azért nem hosszabbítottuk, mert talán az ő élete akkor már valóban végéhez érkezett. Említette, hogy ön oktat újraélesztést. Ön szerint mennyire befogadóak ez iránt az emberek, és az ilyen tréningeken elsajátított tudásokat mennyire alkalmazzák a hétköznapokban? Nem csak újraélesztés, hanem elsősegélynyújtás terén is. Hát, lenne még hova fejlődni, azt gondolom. Ugye számos európai példa bizonyítja, hogy minél inkább ismert és tudott dolog az elsősegélynyújtás, és ezen belül is az újraélesztés, a túlélés az ennek függvényében nő. Tehát kevésbé függ azon, hogy mi mit tudunk kórházakban, intenzív osztályokon, mentőautókban csinálni. Inkább azon múlik, hogy az összeesés pillanatában, aki otthon, az mit csinál. Én sajnos még nem látom ennek a rendszerét kellően kiépültnek. Mondjuk elég maximális elvárásaim lennének ezen a téren. Én azt gondolom, hogy 12 éves kor fölött ezt mindenkinek tanulni kéne, és évente ismételnie kellene, és akkor ez lenne a cél, és ehhez kellene fejlődni.
nagyságrendekkel tudna nőni a túlélés a kórházon kívüli keringés megállások esetében. Elsősegélynyújtásnál sem vagyok kibékülve, tehát nem csak az újraélesztésnél, hanem úgy általában, mert hogy legtöbben talán az segítő szándéka legtöbb embernél még meg is van, de legtöbben nem tudják, hogy pontosan mit kell csinálni. Még ha tanultak is róla valamikor a jogosítványhoz, akkor sem feltétlenül merik azt megtenni. Az a tudás az ugye nagyon gyorsan kopik, nincs rá hivatalos rendszer igazán, hogy ezt hogyan kellene ismételni, és emiatt sokszor nem tesznek semmit. És ennek azért vannak olyan kórképek, ahol rengeteg áldozata van. Ugye az előbb is említettem a stroke-ot, ott egy nagyon-nagyon egyszerű vizsgálattal, amit mondtam, ez az arcaszimmetria, izomerő különbség a két oldal között és a beszédzavar, hogyha a három tünet megvan, akkor azonnal kellene telefonálni. Ez gyakorlatilag szerintem akár már óvodásoknak is megtanítható lenne. Nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit ezt az elsősegélynyújtási ismereteket, oktatást ezt erősíteni tudnánk. Milyen tulajdonságokkal rendelkezik egy jó elsősegélynyújtó? Cselekvőek-e az emberek, ha balesettel szembesülnek? Mennyire van meg bennük a segítő szándék? Miben nyilvánul ez meg? Azért oda szoktak menni, vagy ugye most ugye a kórházból kevésbé, de amíg mentőautón dolgoztam, addig mindig van azért, aki oda megy, és mindig van azért, aki mentőt hív. Ami kevésbé szokott gyakran előfordulni, az az, hogy előveszem az autónak az elsősegély ládáját, és akkor tényleg korszerűen és szakszerűen bekötözöm mondjuk a sérültnek a kezét. Az, hogy ott vagyunk mellette, próbálunk a feje alá rakni egy hátizsákot, hogy ne feküdjön a hideg betonon oda egy jacket, ilyesmi megtörténik, csak nem biztos, hogy ez lenne a cél, mert mondjuk, ha eszméletlen a beteg, akkor pont nem kéne mozdítani, még annyira se, hogy a feje alá rakok egy hátizsákot. Én szerintem a segítségnyújtás az benne van az emberekben, a tudás az kevésbé, és akkor ennek mindenféle kombinációja. Jó elsősegélynyújtó szerintem, hát az lenne a fontos, hogy átlássa a helyzetet, próbáljon meg higgadt maradni. Nem kell, hogy mindent ő csináljon, de vonja be a körülötte állókat, adjon feladatokat. De ugye ez azért egy külön szakma, és külön tanulják azt, akik ilyen helyzetek felszámolására specializálódtak. Tehát egy laikustól én annyit várnék, hogy forduljon oda mindenféleképpen segítő szándékkal, és az alapvető elsősegélynyújtási ismereteket kezdje el. Ehhez viszont előtte el kell menni, és meg kell tanulni. Térjünk rá a húsvétra. Miben másabb ilyenkor az ügyelet, mint egy átlagos napon? Melyek azok a tipikus esetek, amik az évnek ebben a szakában fordulnak elő? Milyen praktikákat javasol a megelőző? Hát, ez nem átlagos hétköznap szokott lenni. Amikor az első évben én voltam pont húsvét hétfőn, akkor például egy nagyon csendes hétfő volt, de a következő évben meg rengetegen voltak. Nem tudom előre megmondani. Amire szeretném fölhívni a figyelmet az, amit a karácsony kapcsán is korábban mondtam már, hogy ugye az epénk például nem tudja, hogy karácsony van, tehát aki diétázik, az próbálja meg tartani a diétát húsvét alkalmával is. Ugye a tojás, a majonéz, az alkohol, az egyik sem igazán kedvez azoknak, akiknek korábban gyomorbélrendszeri panaszuk vagy máj epe problémájuk volt. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy ilyenkor is próbáljon mértékkel, vagy inkább többször keveset. És hát a másik nagy gond az, hogy ugye mindenki, aki megy locsolkodni, az kap egy kis kínálást itt, egy kis kínálást ott, ebben mindig felnőtteknél egy kis alkohol is szerepel, tehát ha esetleg a vendégünk azt mondja, hogy ő köszöni szépen nem kér, akkor ne erőltessük, ha fogyaszt valaki alkoholt, akkor mértékkel, és hát semmiképpen ne vezessen. Azt kell mondjam, hogy még biciklit se az, aki alkoholt fogyaszt, mert számos fejsérült vagy egyéb sérülés érkezik úgy, hogy a kerékpárral esik el az illető. A térkező betegek körében mely panaszokra számítanak? Hát, én azt gondolom, hogy talán ez a gyomorbélrendszeri panaszok, illetve hát az ittas állapotban érkezők szoktak esetleg számban megemelkedni, de ez sem mindig fordul elő. Ők azok, akiket talán várunk, vagy akire készülünk, de ez nem mindig így van, tehát előre nem lehet kiszámítani.
Egy ittas beteget hogy látnak el? Hát nincsen ilyen nagyon józanító szérum. Az ittas emberek kapcsán egyébként jó is, hogy előkerült, annyit szeretnék elmondani. Ha látunk valakit feküdni az úton, akkor egyrészt nézzük meg, hogy biztonságos helyen fekszik-e, tehát ha az útes közepén, akkor nyilván valamit tennünk kell. Másrészt meg menjünk oda hozzá, és kérdezzük meg, hogy mi van vele. Én általában azt szoktam kérdezni, hogy rosszul van, vagy csak pihen egy kicsit. Mert ha teljesen, hát ha nem is teljesen kristálytisztán, de azt mondja, hogy csak pihen egy kicsit, és mondjuk nincs hideg odakint, akkor adott esetben nem feltétlenül muszáj mindenkihez mentőt hívni. Ha viszont az illető rosszul van, akkor segítségünket fogja kérni, és akkor örülni fog, hogyha mentőt hívunk neki, hiszen lehet epilepsziás, cukorbeteg, vagy bármi egyéb. Abban az esetben, hogyha eszméletlen, akkor fordítsuk az oldalára. Ha hányna, akkor ugye azt próbáljuk meg kitakarítani a szájából, és ő hozzájuk, tehát ha eszméletlenek az ittasok, akkor mindenképpen a mentőszolgálatot értesíteni kell. Ez akkor is így van, hogyha fiatalról van szó, akkor is így van, hogyha házi buliba vagyunk, tehát nagyon fontos, hogy az ilyen beteget ne hagyjuk magára. Itt bent, hát itt meg a szakma szabályai szerint próbáljuk őket ellátni, attól függ, hogy milyen súlyosságú ez az ittasság. Ez lehet egy egyszerű ittasság, de lehet akár súlyos alkoholmérgezés is, amikor hát a légútbiztosítástól kezdve igen súlyos esetben még akár intenzíves kezelésre is szükség lehet. Infúziókat szoktunk adni, ha hány a beteg, akkor hányáscsillapítót, ellenőrizzük a cukrát, ellenőrizzük az oxigén szintjét, hiszen ezeket mind fölboríthatja a alkohol hatása. Ha már így előtérbe került az alkoholfogyasztás, kell-e valamilyen következményre számítani azoknak a fiataloknak, akik illuminált állapotban kerülnek az osztályra jeles napok alatt? Milyen jelzéssel élnek egy ilyen eset kapcsán? Alapjában véve az elsődleges az az, hogy mindenki merjen segítséget kérni, hogyha mondjuk a társa ilyen állapotba kerül. Tehát nem szoktunk szólni a rendőrségnek azért, mert valakit mondjuk drogos állapotba hoznak be, hiszen ha én egy héten háromszor szólnék, akkor a negyedik alkalommal már ez elterjedne, és nem mernék kihívni a mentőket, pont azért, hogy nehogy ez a rendőrség informál, tehát nehogy a rendőrség informálva legyen. Nyilván van egy olyan bejelentési kötelezettsége is az egészségügyi dolgozóknak, hogy abban az esetben, hogyha kiskorú veszélyeztetett, vagy elhanyagolt, vagy bántalmazott, akkor ezt nekünk valóban jelenteni kell, de ez nem azt jelenti, hogy ha egy ittas állapotú gyereket látunk, akkor azt mi azonnal jelentjük, inkább a bántalmazásnál, hogyha nem jut elég élelemhez, tehát ilyen értelemben elhanyagolt, akkor szoktunk lépni. Ha esetleg valakit sokadjára észlelnénk, akkor én azért szoktam kérdezni a szülőket, hogy tudnak-e róla, hogy itt volt, és hát ugye őket szülők szokták általában hazavinni, de senkinek semmiféle hatósági eljárásra nem kell számítania azért, mert mondjuk segítséget kért az eszméletlen társához. Ez nagyon fontos, hiszen ez ellenkező hatást érne el, mint amit mi szeretnénk, hogy mindenki próbáljon segítséget nyújtani, egy ilyen helyzetbe kerül. Nagyon szépen. Nagyon szívesen remélem, hogy lesznek olyan hallgatók, akiknek akár a húsvét kapcsán, akár más kapcsán ez a beszélgetés segít.